No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ugye van ez a bizonyos Termux, ez Linuxos körökben nem ismeretlen, sokan használjuk, nagyon sok okosságot lehet vele csinálni, és hát nem kell hozzá root jog. Nézzük meg kicsit közelebbről, aztán majd látni fogjuk, hogy pontosan miről is szerettem volna egészen konkrétan beszélni. Van itt egy ilyenünk, hogy Termux. Na most ebben azért nagyon-nagyon sok mindent meg lehet csinálni, de látjuk, hogy itt a parancsokat rögtön hozza a PKG install X11 repo. Na most ez azt jelenti, hogy ha ezt feltelepítjük, akkor ugye megvannak a grafikus környezethez szükséges dolgaink. Innentől csak egy ugrás, egy ablakkezelő. Viszont ezeket a grafikus környezeteket sehogy máshogy nem tudtuk eddig elérni jó szerével. Hát voltak kísérletek a X11 szerverre ilyen natív módon, meg különféle SDL, XSDL megoldások, de valahogy ezek nem igazán akartak működni. A lényeg, hogy a legtöbben VNC szerver és kliens megoldást használunk. Ugye itt a termuxban telepítünk egy, mindjárt meg is nézem, van egy ilyen parancsunk, hogy p elvileg. Valamiért nem működik a billentyűzetem. Hát, hogy nem volt bekapcsolva? Az, igen. Szóval van egy ilyen, hogy p Distro. Most ezzel többek között különféle disztribúciókat lehet valóban feltelepíteni, de önmagában a Termux is tudja a különféle grafikus környezeteket. Alapvetően az xfc -e volt az, amiről beszélgettünk sokat, meg amit többen használunk, de hát nagyon sok minden mást is fel Nyilván ez azért nem annyira kezdőknek szól ez a videó, illetve hát aki már használja, az elég jól ismeri ezeket a dolgokat. Na most eddig az volt a gond, közben ha már behoztam, hozok egy listát is vele. Ugye itt vannak a különféle oprendszerek, amit fel lehet rakni. Fedora, Debian, Arch Linux, Alpine Linux. És hát ezek már ugye komplet disztribúciók. Akkor Void Linux, ugye itt a végére. És Hát ugye, ehhez telepíteni kellett egy VNC szervert, utána egy natív klienst az Android telefonra ott elindítani és csatlakozni a lokálhozra. Szóval elég körülményes volt, hangja sem mindig volt. Szóval hát nem volt az igazi, és elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Na most ez a bizonyos fejlesztés, ez a Termux 11, amiről most szó van. Megnézzük akkor, hogy mit is jelent. Van a telefonomon natív módon telepítve egy Termux X11, és írja is nekem, hogy hát még nem vagyok csatlakozva. Ez Vélan alapú, majd látni fogjuk. Most viszont visszatérünk a Termuxhoz, és beírunk egy olyat, hogy Export Display 0. Ugye ezzel semmit nem csinálunk, csak létrehoztuk a változót, és Display 0 Termux X11 ezzel elindítottuk ezt a bizonyos termuxot, na most itt elindul úgymond a szerver oldali része, és láttuk, hogy már előre elindítottam az ehhez tartozó klienst, de ez még önmagában nem futtat semmit, tehát ez kell egy XFCE ablakkezelő, amit D-busz futtatunk, Enter. Jó, megvárjuk, amíg szépen elindul. Jó, elvileg fut, úgyhogy átlépünk a grafikus kliensünkbe, ami gyakorlatilag egy Vélant kliens. És hát ugye a klasszikus kérdés mindig az szokott lenni, hogy jaj, hát mi értelme van ennek az egésznek, minek futtassak ilyen környezetet meg. Hát mit nyilván, egy kicsit elkattintottam, nehezen találom meg az egeremet valamiért ebben a rendszerben valamiért nekem nem akar szépen visszajönni most az egerem. Jó, most már megvan a kurzorom, így azért egy kicsit kényelmesebb. Na most a lényeg, hogy ez nem Peru Distro, ez a termux saját Start XFCE, illetve hát az XFCE ablakkezelője, és ez már egy VLAN, VLAN session indít. De nézzük is meg akkor, hogy miről beszélünk. Behozok egy webböngészőt, Ugye ez egy teljes értékű Linux, és nem kell hozzá rútolni a telefont. Ha elég helyünk van, akkor azt hiszem most jelenleg olyan két giga körül járhat a mappa. Egyébként látjátok, hogy már olvastam híreket, ugye ez az összes weboldalt behozza innen bármilyen híreket és újságot. Megnézhetünk, és Termux X11 GitHub. Úgyhogy ha eddig valakinek nem lett volna különösebben egyértelmű, hogy mire jó egy full teljes értékű operációs rendszer a telefon, ezért. Tehát böngészni természetesen, ezt nagy kivetőtől lehet élvezni, emellett lehet programozni, majd arra is mutatok egy kis példát, gyakorolni, olvasgatni. És itt van ez a bizonyos GitHub oldal, és itt írnak rá mindent a Termux X11 projektről, projektről vagy projekt, ahogy tetszik. És itt írják ugye, hogy ez v-landot használ, és hát igyekszik egy ilyen teljes környezetet adni a szorg mintájára, a szorg helyett. És van benne egy Pulse Audio is, ami segíti nekünk azt, hogy könnyebb legyen a hanglejátszás, ne kelljen annyit mókolni vele. Úgy tudom, hogy ez már valamilyen szinten a p disztróban is támogatva van, valahogy ott is meg lehet oldani ezt a mókolással és hát leírják nekünk, hogy hogy kell elindítani. Én nem mindig ez alapján a leírás alapján megyek, ugye általában vannak saját megoldásaim, és azokat szívesebben preferálom, szívesebben használom azokat, de hát kinek mi tetszik a legjobban, amit ebben a videóban láthatok, természetesen úgy el fog indulni. Nyilván, hogyha más kijelzőt használsz, vagy máshova akarod irányítani, akkor itt látszik a leírásban, hogy például ők nem nullát, hanem kettős pont egyet használnak. Nem tudom, hogy kábelnél mennyit változik, én most rakasztot használok nagy képernyőre például. És hát a leírás van, utasítások, hogy, hogy melyik mozdulat mit használ. Jó, illetve hát a nagy, nagy kijelző. Na most annyi a lényeg, hogy itt még mindig ugye írják, hogy rendkívül ilyen early development státuszban van, tehát még nagyon elején járnak a dolognak, de itt van a last successful build lehet letölteni, ami annyit jelent, hogy itt a termuxban az actions-re rákattintunk, és a build opcióknál az utolsó leforgatott és működő képeset mindig le tudjuk szedni, vagy hát nem a legutolsót, nyilván akkor egyel korábbi is, ha az nem működik. És itt, ha be vagyunk jelentkezve, akkor megkapjuk a linket is, kell legyen itt egy applikáció. Jó, megvan, itt az alja volt egy kis apróság, valamiért nem jött be. Jó, itt most nekünk nincsen link. 14 meg az egész, hogyha ezt letöltjük, ha be vagyunk jelentkezve a github akkor le tudjuk tölteni, és ebben a cipben lesz majd egy, egy a PK, amit tudunk telepíteni Debian alól, akkor lesz meg a Termux X11-ünk, és van egy Debian csomagunk, amit viszont majd Termuxból kell felinstalálni. És akkor simán fel tudjuk tenni. Meg is nézem neten, hogy Termux X11 install. És ugye hát itt vannak különféle leírások, videó is van róla, na tessék és itt van a termux.com on Ez talán nem XV Termux hát nézzük meg ezt akkor, hogy ugyanis lehet telepíteni, aha, itt vannak a nagyon jó leírások nekünk ugye Termux X11, X11 repót leírják, hogy telepíteni kell aztán leszedjük ezt a bizonyos csomagot elindítjuk és export display 0, és a dbus launch futtatás, ugye szörvizként, Elvileg, hogyha letesszük kicsibe, akkor ugye sokkal megbízhatóbb ezáltal, illetve rengeteg előnye van a szörvizként futtatjuk. Annyira nem részletezik, egyébként annyira nem atom tudomány ezt elindítani. Nyilván, aki eddig VNC-t el tudott indítani, és VNC alól tudott csatlakozni, annak ez is menni fog. És hát nagy valanakban ennyi lett volna. Nézzünk még egy egy YouTube-ot, ugye csak a hang miatt. Hm? Nem? Itt még valami, valami nem tökéletes. Nem ezt akartam. Csak a hangot akartam megmutatni, majd ahhoz mindjárt mutatom a hangkártyát. Na most jól elkapingattam az egeret. Ez lesz az. Csak azért, mert hogyha közben behozzuk, ugye ezt a bizonyos. No, hát, sziasztok, nagy szeretetek! hangerő szabályzót akkor látjuk. Tehát nem csak nagy képernyőben tudunk akár videózni, olvasni, megoldani dolgokat, de például egy nagyon érdekes dolgot most megmutatnék. Storage Downloads. És bizony-bizony itt láthatjuk azokat a képeket, különféle letöltéseket, amit meg is tudunk jeleníteni. Ilyen Linux-as képnéző, webböngésző. Ugye teszünk fel különféle lejátszókat, nyilván akkor azt is tudjuk használni. És hát van itt egy ilyen programozó könyvtáram, amit ha elindítok, akkor bejön a Gini. És hát egy ilyen példaprogramot is láthatunk, lehet vele programozgatni, olvasgatni, nagyon sok mindenre lehet használni. Értelemszerűen, mivel ez egy hordozható számítógépnek tűnik úgymond ebben a formában, nyilván érdemes egy külső kijelzőt használni, ugyanis a jelenlegi felbontása az így telefonon nyilván nem lesz élvezhető, tehát azért ez, ez nem, nem telefonra az igazi. Settings és Display. Ugye itt láthatjuk, hogy azért nem kicsi a felbontása. Most jelenleg 1896, nem is ennyi volt, ha jól tudom, 2100 vagy 2200. Ugye attól függ, hogy milyen képe kijelzőt használunk, mire rakjuk ki, az Android szokta magát optimalizálni a külső kijelzőhöz. És hát ennyi lett volna nagyjából. Igazából én olyan nagyon sok mindenre nem használom, kicsit programozgatni, olvasgatni, böngészgetni igazából. És hát azért egy laptopot nem ilyen egyszerű zsebre vágni. Ü, nyilván lehetne még telepíteni nagyon sok mindent, és az említett disztribúciókat, ha valaki nagyon szereti, vagy vannak arra saját programjai, megoldásai, akkor azokat is érdemes feltenni, és azzal mókolni. A lényeg, hogy immáron van Hong és natív VLAN, és úgy tudom, hogy valamilyen szinten az OpenGL-t is már támogatják, vagy a későbbi buildekbe fog ez majd belejönni, hát ez még majd a, a jövő titka marad, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha megnéztétek ezt a kis videót. Természetesen továbbra is várunk mindenkit nagy szeretettel a fórumon, a cseten, a közösségi oldalainkon, meg hát nyilván, hogyha valami kérdésetek van, még nem ettünk meg senkit, úgyhogy nem kell annyira megijedni tőlünk. Ugye volt olyan is, aki azt mondta, hogy hát egész eddig nem mert eljönni hozzánk, nehogy aztán véletlenül valaki leharapja a fejét és hát a lájkokat, megosztásokat természetesen. Köszönöm, ha tetszett a videó, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyilván, hogyha valakinek saját megoldása van, akkor azt mi is szívesen vesszük. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!